Én azt gondolom, hogy mindenkinek van egy fajta szellemi szerződése, hiszen szerintem eme szellemi szerződés nélkül nem is indulhat el a földi fizikális létezés. Csak az nem mindegy, hogy ki milyen szerződést ír alá, ki milyen vállalással van jelen a Földön. Persze nem biztos, hogy ezek a szellemi szerződések csak a földi létállapotokra vonatkoznak, sőt biztos, hogy nem, de mivel most a Földön foglalunk helyet, még egy ideig, ezért nyilván, hogy ezt a fajta változatot érdemes megvizsgálni. Ez az 1051. impro hat év során. Én azt gondolom, hogy mindkét fajta oldal bocsájt ki magából különböző energetikai mintázatokat, miképpen szerintem a szellemi szerződések is így épülnek fel, tehát itt is, energetikai mintázatokról kell beszélni. Mivel a Földön ugye polaritás van, ezért, ahogy mondtam, sajnos mindkét oldal megjelenik, bár milyen jó lenne, ha csak a pozitív minta maga a szeretet egypólusa élne, akkor biztos, hogy sokkal csodálatosabb szellemi szerződések jönnének létre a Földön, bár ugye arról kell beszélni, hogy mi egy ilyen irányba haladunk, vagyis szeretnénk kialakítani az aranykori létállapotot, ami által szerintem nyugodtan beszélhetünk arról, hogy ott már biztos, hogy csak pozitív minták uralkodnak majd, hiszen hát ezt a korszakot ezért is hívják többek között aranykornak, vagy mondjuk azt, hogy Isten korának. Tehát úgy gondolom, hogy azt kell megvizsgálni, hogy ki milyen szellemi szerződést írt alá. Persze tudjuk azt, hogy vannak fizikális szerződések is, amelyeket az emberek hoztak létre, és gondolom, hogy ilyen szerződést, vagy több szerződést már mindenki aláírt, hiszen nagyon sok területen megfogalmazódnak. Vannak munkaszerződések, vannak lakhatási szerződések, vagy akár beszéljünk a házasság kötésekről, bár nekem az a tapasztalatom, hogy ezek a szerződések mindig nagyon szorosan, erősen megkötnek, miképpen ugye, mert szóban ez a megfogalmazás benne is rejlik, tehát itt különböző kötésekről kell beszélni, és hát azt is tudjuk, hogy ha valami aláírunk, akkor az a szerződés élni fog. Tehát amíg nem írjuk alá azt a bizonyos szerződést, addig ugye. Nem lesz hatályos, nem kezd el élni, működni. Én azt gondolom, hogy a szellemi szerződés is eképpen épül föl, annyi a különbség, hogy ez ugye nem látványos és nem papír alapú. Bár azzal lehet tenni, miképpen én már ugye gyerekkoromban felvázoltam azt, hogy én milyen szellemi szerződést írtam alá, a magasabb szintű mintával egyetemben, vagy mondjuk azt, hogy az önvalóval, az abszolútummal együtt, ami tulajdonképpen azt tartalmazza, hogy nekem most milyen utat kell bejárni, vagy hogy én milyen utat vázoltam föl önmagam számára azért, hogy végigmenjek a lélek fejlődés folyamán. De most én arra jöttem rá, hogy ezeket a szellemi szerződéseket ahhoz mérten állítjuk össze, hogy milyen korábbi testetöltéseink voltak, és hogy az előző életeink kapcsán milyen dolgokat oldottunk meg, vagy miket nem, hogy milyen plusz feladataink vannak még, és mi az, ami által még esetleg nem szerepeltünk jól, vagy esetleg megtagadtuk, a magasabb szintű mintát, nevezhetjük úgy is, hogy Isten, vagy Isteni, ugyanis szerintem, aki nem éri el, vagy nem érte el még ezt az állapotot, neki automatikusan vissza kell, és kellett születnie. Tehát ugye a szamszára, mint olyan szerintem ezért is áll fönt. Na most minden egyes visszaszületés kapcsán arról kell beszélni, hogy ezek az újbóli felvonások nyilván, hogy nem indulhatnának el úgy, hogy ne írnánk meg a szellemi szerződésünket előre, amelyek egyébként nagyon sok képet és információt tartalmaznak. Szerintem sokkal több képből áll egy-egy szellemi szerződés, mint szövegből. Szintén tapasztalat, tehát lehet, hogy az emberi földi szerződéseket is eképpen kellene megalkotni, vagyis úgy, hogy rengeteg képpel kellene operálni, színes képekre gondolok, olyan képekre, amelyek tulajdonképpen a mi sorsunkat, vállalásunkat adják. Szerintem ezek a képek sokkal kifejezőbbek pontosabbak, élethűbbek, amelyek által teljesíteni tudjuk az itteni utat, és amelyek által jobban tudunk viszonyítani. Az én szellemi szerződésem főképp így, vagy főként így épül föl, vagyis úgy, hogy nagyon-nagyon sok képet tartalmaz, úgy néz ki szó szerint, mint egy képregény, aminek én vagyok a központi főszereplője, hiszen a saját sorsomat, a saját vállalásomat vetítettem ugye előre, amit aztán fizikálisan is bemutattam, és mutatok be folyamatosan földi viszonylatok, változ, változatok kapcsán. Tehát, ahogy mondtam, szerintem főként képek által kellene működni, és én azt gondolom, hogy képek által is működünk, és ezeket a képeket képezzük le szó szerint az itteni vonatkozásban, és ezek a szellemi képek totálisan megegyeznek azokkal a változatokkal, amelyeket itt bemutatunk és átélünk emberi mi voltban. Persze jó kérdés, hogy ezeket a szellemi szerződéseket mikor és hol alkotjuk mikor és hol írjuk alá, esetleg hányszor, mert lehet, hogy nem csak egyszer, lehet, hogy kellenek megerősítések. Ugye erről is már elég sokat beszéltem, viszont most eme szerződések fajtairól, változatairól szeretnék gondolkodni, ugyanis nekem az a tapasztalatom, hogy többféle ilyen szerződés létezik. Ahogyan mondtam, nem mindegy, hogy ki mit teljesített már a korábbi életeiben, vagy sem. Ehhez mérten alakul ki a következő felvonás, a következő létezés, amit jelenleg is élünk, bár én azt gondolom, hogy a mostani vállalásunkkal, cselekedeteinkkel már valamilyen szempontból írjuk, talán előre, a következő szellemi szerződésünket, hát főleg akkor, hogyha vissza kell születni testbe, bár szerintem nem csak olyan szerződések léteznek, amelyek a testi fizikális itt létet jelölik vagy mutatják be, hanem olyanok is, amelyek magasabb szintek felé mutatnak, és azt gondolom, hogy az egységesítés, vagy az egyesülés kapcsán is kell különböző ilyen szerződéseket meghatározni, létrehozni, bár azt is gondolom, hogy ez azért nem minden egyes lélekre igaz és jellemző, hiszen tudjuk nagyon jól, hogy a totális megüdvözültség állapotát nem minden egyes lélek fogja elérni. De először beszéljünk arról, hogy a Földön milyen szellemi szerződések létezhetnek, amiket aztán mi már ugye bemutatunk, és megnyilvánítunk, kinyilvánítunk anyagban, anyagi szerkezetben. Ahogy mondtam, mivel polaritás van, és sajnos megjelent a negatív oldal is a pozitív mellett, ezért én azt gondolom, hogy mindkét oldal elég erősen dominál, és mindkét oldal bocsájt ki magából különböző mintázatokat, vagy azt is mondhatnám, hogy kritériumokat. Hát nagyon nem mindegy, hogy az ember melyik oldalból merít, hogy melyiket használja forrásként, hogy én az isteni oldalon állok, vagy az ördögi mintát követem. Azért van ma Kali Juga, azért élünk ma egy ilyen nagyon sötét, viszontagságos korszakban, mert szerintem sajnos az emberiség jó része a negatív oldalt szolgálja ki. Hogyha mindenki a pozitív egypólust szolgálna, és mindenkinek ebből a mintából eredne a szerződése, a lénye, az energetikája, akkor aranykor lenne, sőt, akkor valószínű, hogy a Kali Juga mint olyan nem is fogalmazódott volna meg. Tehát, ahogy mondtam, azt kell megvizsgálni, hogy a különböző oldalak, források mit nyújtanak, mit adnak, és ezáltal a földi létezés, mint olyan, hogyan működik, és az emberek, hát látjuk, hogy hogyan, nagyon-nagyon sok szenvedés van, rengeteg negatív erő, energia. Ez azért van, amit mondtam, mert sajnos rossz képet viselnek rossz minta által, élnek és működnek sokan, én nem mondom azt, hogy mindenki, de szerintem az itteni mostani lények 60%-a igen, mert ahogy én mondtam, ha ez nem így lenne, akkor már rég aranykor lenne a Földön, és pozitív, egypólus működne. És akkor valószínű, hogy csak ez a fajta forrás, bocsájtanak ki magából energiákat és különböző szellemi szerződéseket, amelyek által a lelkek az itteni pályafutásukat ugye betöltenék, viszont akkor szerintem mindig béke lenne a Földön, kiegyezés, szeretet, harmónia, nem lenne kibillenés, nem lenne hierarchia, nem lenne aláfölé rendeltség. Hát tudjuk nagyon jól, hogy sajnos milyen állapotok uralkodnak a Földön elég régóta, bár én azt is gondolom, hogy a mi feladatunk pontosan az, hogy mindent visszaállítsunk a rendbe, az eredetbe, és hogy csak pozitív, egypólus éljem. Ha én mondjuk az előző testetöltéseim életeim kapcsán nem viselkedtem túl jól, és nem az isteni mintát követtem, akkor biztos, hogy egy olyan szerződéssel jövök ide, ami által megtanítom saját magamat arra, hogy például sokkal alázatosabb és engedelmesebb lény legyek. De ahogy mondtam, ez a szerződés rengeteg pontból áll. Az is lehet, hogy sokkal több pontot tartalmaz, mint azok a szerződések, amelyeket ugye az emberek hoznak létre, bár azt is tudjuk, hogy ezekkel a szerződésekkel is nagyon kell vigyázni, mert sajnos nagyon sok helyen becsapják a jó hiszemű lényeket, embereket. Én nem igazán szeretek semmilyen szerződést aláírni, olyanokat nem, amelyeket emberek alkottak, mert tudom nagyon jól, hogy általában sajnos arra mennek rá, hogy becsapjanak, megvezessenek, és ezáltal ugye rajtunk nyerészkedjenek. Tehát nagyon-nagyon erősen át kell vizsgálni, meg kell vizsgálni szerintem a mai szerződéseket és minden egyes részletet, nagyon figyelmesen el kell olvasni az apróbetűs részeket is. Persze jó kérdés, amit már egyszer megkérdeztem, hogy mondjuk a szellemi szerződések is tartalmazhatnak apróbetűs részeket-e, avagy nem. Hát én azt gondolom, hogy a szellemi szerződések nagyon egyértelműek, és ahogyan mondtam, teljesen ugyanúgy fognak megmutatkozni földi változatban, mint ahogyan azt annak idején megalkottuk. Persze jó kérdés, hogy hol? Hát lehet, hogy még egy olyan állapotban, amikor még nem voltunk testekben, amikor még nem születtünk vissza. Magyarán szerintem ezeket a szellemi szerződéseket magasabb dimenziókban vagy dimenziók által hozzuk létre a képalkotás, mondjuk azt, hogy a teremtés mindig magasabb dimenziók által jön létre. Vagyis arról kell beszélni, hogy amikor elgondolunk valamit, ugye az megjelenik képként, de biztos, hogy nem a 3D-ben, az is lehet, hogy a hetedik dén túl, mivel ugye ott már nincs anyag, és akkor szépen ezek a képek úgymond lejönnek, és előbb-utóbb besűrűsödnek 3D-s szerkezetbe, pontosan azért, hogy láthatóak legyenek. Ugyanis arról kell beszélni, hogy a földi létezés kapcsán, ugye hát szükségünk van úgymond a láthatóságra és a kézzel foghatóságra, ezért az ember, mint olyan, nagyon sok mindent besűrít, lehoz magasabb szintekről, Hát egészen addig működnek majd ezek a dolgok, viszonylatok anyagban, amíg meg kell Eképpen nyilvánulniuk, ugye utána eltűnnek, de attól még az eredeti kép, az elsődleges minta megmarad, és hát én ebből arra következtetek, hogy akkor ezeket a képeket igazából bármikor újra le lehet hívni, hát attól függ, hogy mikor van rájuk szükség. Tehát úgy gondolom, hogy időre, pontosan azért van szükség, azért alakult ki maga az idő földi fizikális viszonylatok kapcsán, hogy a képeket, le tudjuk hozni, hogy ne pusztán ugye szellemi mintában jelenjenek meg mondjuk a hetedik dén túl, hanem szépen fokozatosan lejjebb csökkenjenek ugye a rezgésszintek, ami által minden besűrűsödik, láthatóvá válik, vagyis ami által kialakul maga az anyag. Bár én azt gondolom, hogy anyagra csak addig van szükség, amíg tart a szembesítés. Hát azt kell mondani, hogy az anyag igazából olyan, mint maga a tükör, a tükör effekt, és Ezáltal ellenőrizhetjük le, hogy hol tartunk, és hogy korábban mit gondoltunk el. Na most az is nagyon érdekes, amit már ugye egyszer elmondtam, lehet, hogy többször is le is vezettem, hogy úgy tűnik, hogy minden egyes ember előtt van egy tükörfelület, de az is lehet, hogy az egész auránk tulajdonképpen így épül föl, és amit az ember elgondol, vagy kivetít, az vissza fog csapódni, vissza fog tükröződni, pontosan azért, mert az auránk, vagy az önvalónk így van fölépítve. Tehát, hogy én elgondolok valamit, akkor ebben felületen fog megjelenni maga az elgondolás képként, de mivel ez a tükörfelület él, ezért vissza csapja, vissza hat ez a kép, majd besűrűsödik anyagba, pontosan azért, amit mondtam, mert lecsökkennek a szintek. Ha nem csökkennének le a szintek, akkor ezek a képek mindig csak szellemi létformában léteznének, magasabb dimenziók által, és akkor nem tudnám ezeket a képeket besülíteni, látványossá tenni. Magyarán a fizikális életet eképpen nem tudnám átélni, de akkor valószínű, hogy nem is öltöttem volna újra testet, mert nem lett volna miért. <laughs> Ez nagyon érdekes szerintem, hogy én úgy gondolom, hogy minden ember önvalója, aurája így épül föl, tehát tükrös a szerkezet, és ezek a visszaható felületek, vagy mintázatok ugye folyamatosan működnek, dolgoznak, és bármit elképzelünk, az előbb vagy utóbb meg fog jelenni, persze vannak olyan képek, amik csak mondjuk 30 évvel később mutatkoznak meg, hát pontosan azért, mert csak akkor van rájuk ugye szükség. Ezért mondtam azt, hogy az időnek ilyen formán nagyon fontos szerepe van, hiszen lehet, hogy én mondjuk 10-12 évesen elgondoltam valamit, amit csak 30 évvel később tudtam besűríteni anyagba, hát azért ehhez kellett egy kis idő, mondjuk így, így, igen, de csak azért, vagy azért jelent meg 30 évvel később az a bizonyos kép vagy szituáció, bármi, mert akkor kellett átélni, és azért, mert a szellemi szerződésem tulajdonképpen így épül föl. Tehát arról kell beszélni, igen, hogy a szellemi szerződésünkben tulajdonképpen az áll, vagy az is, hogy mikor, mit kell nekünk megjeleníteni, hogy mikor, milyen szituációk által kell működni, milyen helyzetek kapcsán, vagy hogy milyen találkozásaink lesznek. Mert eszem mindegy, és én azt is gondolom, hogy akikkel közös dolgunk volt, van vagy lesz, azokkal együttesen alkottuk meg ezeket a képeket, mintázatokat. Magyarán itt akkor valószínű, hogy egy a kép. Például egy találkozásnál. Ha nekem például találkoznom kell valakivel, akkor valószínű, hogy együttesen, egyöntetően ugyanazt a képet, elgondolást vetítettük ki egy tükör. Felületre, ezért vagyunk egymás számára ismerősek, és amikor eljön úgymond az idő, akkor ez az egész ugye les, besűrűsödik anyagba, megtörténik a fizikális találkozás, és akkor azt fogjuk mondani, hogy fú, olyan ismerős ez az érzés, olyan deja vu élményünk van azért, mert a, a tükörfelületen ezt ugye már egyszer mi megalkottuk, megbeszéltük, lefektettük, megírtuk, lerajzoltuk, és ezáltal éltük át aztán a fizikális találkozás csak már alacsonyabb szinteken, 3D-ben, és mondjuk nem, egy ilyen tudat feletti minőségben, mert ahogy mondtam, szerintem nagyon sok ilyen képalkotás, de az is lehet, hogy minden egyes ilyen alkotás teremtés a tudat felettiségben alakul, zajlik, és akkor kérdezzük meg azt, hogy a nagybetűs teremtés, mint olyan, hogyan és hol jött létre, hát lehet, hogy az is egy ilyen tudatfeletti mintában, Főleg akkor, hogyha arról beszélünk, hogy ezt az egészet Isten követte el, és hogy Isten volt mindennek a teremtője, vagy hát szerintem még a mai napig is. És akkor beszéltünk arról, igen, hogy ez a rendszer biztos, hogy egy tudatfeletti mintázat jóval túlmutat az anyagi szerkezeten, az anyagi sikon, és ilyen magasabb szintű mintázatok által sűrűsödik be maga az anyaglát, válik minden látványosá. Tehát, ahogy mondtam, biztos, hogy lejjebb kell ereszkedni, mert hogyha ezek a képek nem ereszkednének le, úgymond, nem csökkennének le a szintek, akkor anyag és fizikum, mint olyan, egyáltalán nem lenne, nem működne, és akkor minden maradna, a szellemi mintában elképzelésben, vagy mondjuk azt, hogy minden maradna a szellemi szerződésben. Szerintem ez is egy nagyon érdekes elgondolás, főleg azért, mert most az jutott eszembe, hogy lehet, hogy akkor a teremtést is megelőzte egyfajta szellemi szerződés, és eme szerződés nélkül lehet, hogy az egész univerzum teremtése, vagy létrehozatlan nem is jöhetett volna létre. Hát én azt gondolom, hogy ez így volt. Persze jó kérdés, hogy ezek ezt a szerződést, vagy több szerződést kik írták alá, nem biztos, hogy csak az Isten, vagy akit mi annak nevezünk, az is lehet, hogy jóval-jóval több ilyen lényről, aspektusról, vagy rendszerről kell beszélni. Az is lehet, hogy legalább 5-6 ilyen nagy volumenű, lénynek, vagy teremtőnek, vagy létrehozónak kellett aláírnia ezt a bizonyos szellemi szerződést azért, hogy elinduljon az itteni úgymond teremtés, létrehozatal, anyagi megnyilvánulás, vagy amit mi mondjuk univerzális összetettségnek, vagy egyetemességnek nevezünk. Igen, tehát ilyen formán akkor valóban nagyon sokféle szerződés működik, amelyek szerintem olyanok, mint a lenyomatok, vagy a szellemi sziluettek. És ezek a lenyomatok, vagy sziluettek, vagy energetikai mintázatok, na, mondjuk nekem ez a szó tetszik a legjobban, hát lehet, hogy örökké fönt állnak, lehet, hogy örök a létük. Mert, hogy mondtam, ezek a minták szerintem nem tűnnek el, pontosan azért nem, mert energetikailag élnek, tehát energiából állnak magyarán, és én azt gondolom, hogy az energiának, mint olyannak örök a léte, csak az anyagnak mulandó a létezése, vagy a megnyilvánulása, de ezek a szerződések jóval magasabb szinteken fogalmazódnak meg. Az más kérdés, hogy én ezeket besűrítem, átadom, és anyagba tömörítem, de ahogyan mondtam, ez főleg azért van, mert hát szembesülni kell. Tehát a szembesítés miatt gondolom, plusz azért, hogy ugye a fejlődés, hogy ezek a szintek meglegyenek, de hát ugye erről is már sokat beszéltem. Tehát az a lényeg, igen, hogy valószínű, hogy minden embernek lehet egyfajta szellemi szerződése, csak az nem mindegy, hogy kinek, melyik pólusból, forrásból, ered. Szerintem a negatív pólus is sajnos nagyon sok ilyen úgymond szerződést generált, és sokan alá is írták ezeket a negatív elemeket, és így élnek, és ezért van szerintem démoni korszak, mert főleg a negatív erők dominálnak, reméljük, hogy már nem sokáig. És persze vannak olyanok, akik a pozitív egypólust, a szeretet mint képét képviselik, és akkor lehet, hogy rájuk szokták azt mondani, hogy olyanok, mint Isten gyermekei, vagy fiai, vagy lányai. Igen, tehát mindig azt kell megnézni, hogy ki milyen vállalással van jelen, hogy ki miről beszél, hogy kinek mi az a, a célja az életben, hogy ki milyen szintek által rezeg mozó, ki milyen tudatállapotok kapcsán. Hogy valaki magasabb tudatállapotok által működik, akkor ő biztos, hogy sokkal közelebb van a rendhez, az isteni minőséghez, és ő valószínű, hogy pozitív energiákat fog áramoltatni önmagából, és azért fog dolgozni, hogy felemelje az itteni emberiséget, hogy segítsen, hogy valami jót adjon. Na most jó kérdés, hogy ezek a kötések mennyiben kötnek meg minket valójában, vagy adhatnak-e számunkra egyfajta szabadságot, hiszen hát azt mondtam, hogyha mondjuk különböző itteni emberi szerződéseket kötünk, akkor bizony azok tényleg nagyon szorosan kötni fognak. Hát ahogy mondtam, annak idén én is több ilyen szerződést kötöttem, főleg a különböző munkahelyeken, és tudom nagyon jól, hogy nem nagyon lehetett ugye, áthágni ezeket a pontokat, mert akkor Valamiféle büntetés járt, hát esetleg az, hogy akkor azt mondták, hogy jó, akkor az embert eltávolítják arról a helyről, de nagyon sok más ilyen retorzió is lehetett. Bár én azért szerintem soha nem szektem meg egyik szerződést sem, és hát arról kell beszélni, hogy a szellemi szerződésemet sem, sőt, hiszen én pontosan azt a mintát követem, azt a missziót viszem, amit én aláírtam már 10-12 évesen, hiszen ahogy én mondtam, én már akkor emlékeztem arra, hogy bizony ilyen szeremi szerződések léteznek, és hogy tulajdonképpen én azért születtem vissza, hogy ennek eleget tegyek. Na most... Én arra is emlékszem, hogy nagyon sok mindenről dönthettem. Jó kérdés, hogy ki mennyiben dönthet, milyen pontok által a saját szerződése kapcsán, mert az is lehet, hogy ez változó. És ahogyan mondtam, jó kérdés, hogy ezek a szerződések nagyobb szabadságot adnak, mint azok, amelyek papíralapúak, és amelyeket az emberek kötnek egymással. Na most az a válaszom, hogy igen, én sokkal nagyobb, erőteljesebb szabadságot élek át azáltal, vagy azóta, mióta em a szellemi szerződés által működöm, sőt, hát én azóta vagyok szabad, szabadon élő és alkotó egyén. Előtt, előtte nem voltam teljesen szabad, bár azért akkor is sokszor azt csináltam, amit szerettem, főleg a munkáim kapcsán, de nagyon sok mindenbe beleszóltak. És nem tudtam százszerzelékosan azért mindent úgy kinyilvánítani, mint hogyan szerettem volna. Igen. Igen, tehát ott volt egy bizonyos séma, illetve sok séma, és akkor azoknak kellett megfelelni. Ha nem feleltem meg, hát akkor vagy nem kaptam meg azt a fizetést, bár ahogyan mondtam, én nem nagyon szektem meg soha különböző szerződéseket, én mindig próbáltam mindenhez tartani magam, az más kérdés, hogy lehet, hogy a másik oldalon lévők sok mindent megszektek, mert ugye ez is benne van a pakliban, hogy nem biztos, hogy te vagy az, aki áthágja a rendet, hanem lehet, hogy a másik oldal, és nem azt tartják, amit ugye leírnak, lefektetnek, és akkor persze most beszélhetünk a különböző hiteles szerződésekről, amit én Hála jó égnek soha nem írtam alá. Tudjuk nagyon jól, hogy mennyi ilyen csapda van, sajnos. Hát ez az, amit mondtam, hogy nagyon oda kell figyelni, hogy az ember igazából mit ír alá. De a szellemi szerződés kapcsán is, mert ugye mondtam, ha egyszer ezt aláírjuk, akkor bizony ilyen életet, ilyen sorsot fogunk élni, ugyanis a sors ettől függ. A sorsom tulajdonképpen azt mutatja meg, hogy én milyen szerződést írtam alá, mit alkottam meg. Nem hiszem, hogy egyedül. Nem hiszem azt, hogy ebben százszerzékosan szabad akaratunk volt és van, biztos, hogy nem. Én úgy emlékszem, hogy egy magasabb szintű mintával együtt egyetemben hoztuk létre a szerződésemet. Hát azt akartam mondani, hogy Istennel, de tudom, hogy ez túl misztikusan hangzik, nevezzük, ahogyan szeretnék, nevezzük úgy, hogy az önvalommal, az abszolútummal, egy magasabb szintű mintával, ahhoz mérten, hogy én az előző életeimben mi az, amit nem csináltam jól, nem ö, teljesítettem, vagy mi az, amit már esetleg igen, bár nekem az a tapasztalatom, hogy a hiányok, a hiányosságok, a meg nem oldott ügyek fognak bennünket újra ide-vissza úgymond küldeni. Ezek fogják elindítani az újbóli testetöltést, hiszen ha már mindent megoldottam volna és mindent százszázalékosan teljesítettem volna, akkor nyilván nem születek vissza, nem öltök testet, és szerintem akkor ezek a felvételek sem jöttek volna létre, ugyanis az én szellemi szerződésemben nagyon szorosan ott állt, benne állt az, hogy nekem egy ilyen feladatom volt és van, nekem bizony ezeket a tételeket kellett elsajátítani, elmondani és átadni, nekem egy ilyen úton kellett végigmennem, és annak minden egyes stációja ki volt és ki van jelölve, semmiben sem különböznek az eredeti mintától, minden ugyanúgy sűrűsödött be színekre, formákra pontosan. Ez nagyon érdekes, tehát azt kell kijelenteni, hogy amit mi megalkotunk egy magasabb szintű mintában, akár egy tudatfelettiségben, vagy mondjuk a 8., 9., 100. d az ugyanúgy fog megmutatkozni a 3 d sűrűségben, de még a körülöttünk élők is ugyanúgy fognak beszélni, cselekedni, viselkedni hozzánk, viszonyulni, mint ahogyan azt leírtuk, megalkottuk, lefektettük, mert pontosan ezen az úton kell végigmenni azért, hogy elérjük a célt. Mi a cél? Hát szerintem a megvilágosodás, a megigazulás, majd az itteni rendszerből való kilépés vagy továbbmenettel mindenképpen az egyetemesség felé, az egység felé, ahová szerintem már másfajta szerződések által lehet belépni vagy eljutni. Tehát én azt gondolom, hogy a szellemi szerződések kapcsán is nagyon sokféle változatról kell beszélni, és nem csak arról, hogy gondolom, hogy minden embernek más a szellemi szerződése nyilván, mert mindenkinek más utat kell bejárni hanem itt különböző szintekről is beszélni kell. A szellemi szerződések által milyen szintek valósulnak meg, ez attól függ, hogy ki hol tart. Ki hol tart a vállalásában, a tudatállapotok kapcsán, és hogy én mennyire váltam már mesteri szintű lényé, vagy sem. Ez jelenti főként azt, hogy én mondjuk mennyire vagyok már alázatos, és mennyiben szolgálom már, az egyetemességet, az isteni mi volt ott, vagy sem? Igen, és megint megjelent előttem a ma bizonyos lépcső, mert én azt gondolom, hogy a szellemi szerződések is pontosan így épülnek föl, mint egy lépcső. Különböző stációkból állnak, és ezek juttatnak el aztán az egységes mintába, vagy nevezzük úgy, hogy isteni, isteni mi volt, az eredetbe. De hát, előtte nagyon sokféle kitétel van, nagyon sokféle stáció, nagyon sok mindent kell teljesíteni, és szerintem nem csak a földi fizikális változatok kapcsán, hanem azon túl is. Tehát azt is vizsgálni kell szerintem, hogy egy lélek, aki már ugye nem születik vissza, mert elért egy ilyen állapotot, milyen további szerződések által működik, vagy ott van-e valamiféle váltás, vagy módosítás, szerintem van, és ott arról kell beszélni, hogy lehet, hogy ott egy teljesen újfajta szerződés lép föl. Igen, én ezt mostanában már egyre inkább érzem, hogy van egy olyan szellemi szerződés is, ami kifejezetten Isten felé lépted be, oda szól, és ezzel oda lehet belépni, akkor, hogyha ezt aláírod, de csak akkor tudod aláírni, ha már egy ilyen szinten tartasz. Ha már mondjuk kipipáltad az itteni földi változatokat és a fejlődési utat. Tehát gondolom, hogy a földi um, kaminókat nem lehet kihagyni, a földi fejlődést, mint olyat. Tehát ez is a része ennek az egész történetnek. Bár, ugye mondtam, szerintem nem csak a Földön lehet fejlődni. Lehet, hogy az összes bolygó azért lett úgymond kitalálva, létrehozva, megalkotva, hogy minden bolygón valahogyan megjelenjünk, például, és mindenhol valamit elsajátítsunk. Ez sem lehetetlen. Viszont akkor nagyon-nagyon sokféle testetöltésünk volt. Nagyon sokféle alakban nyilvánultunk meg. Bár nem gondolom azt, hogy mindig alakot öltünk, alakot váltunk, magasabb dimenziókban meg pláne nem, energetikailag is lehet működni, sőt, viszont szerintem az energetikai mintázatba való beléptetés során is vannak különböző szerződések, amelyek mindenképpen szellemiek, nem papír alapú szerződéseket kell elképzelni, hanem mintázatokat, különböző tételeket és olyan kritériumokat, változatokat, amelyek én azt gondolom, hogy Istenből, az egyetemességből erednek, az is lehet, hogy ez a rendszer folyamatosan állítja ki ezeket a szerződéseket. Ez nagyon érdekes most, amit mondok, mert hogy ezt most kezdtem el érezni. Hogy lehet, hogy folyamatosan állítja ki. Igen. Ahhoz mérten, hogy a lelkek hogyan fejlődnek hogy ki az, aki már magasabb szintre ért, ki az, aki még nem, és akik már magasabb szintre értek, őket nyilván, hogy át kell segíteni, ugye, fensőbb szintek felé kell emelni, segíteni kell az emelkedés, de gondolom, hogy minden egyes ilyen lépés, átlépés kapcsán lehet, hogy van egy-egy ilyen szerződés, vagy igenlés, vagy ugyanakkor visszautasítás, mert bizony visszautasítás is létezik, és akkor mindjárt erről is fogok beszélni saját személyes tapasztalat által. Nekem volt egyszer egy ilyen nagyon erős visszautasításom, úgymond, amikor még csak 27 éves voltam. És akkor én már úgymond majdnem átkerültem. Azt is mondhatnám, hogy penge táncoltam, de ez a magasabb szintű rendszer visszaküldött. Én láttam képeket, hangokat, amelyek ezt mondták, sugalták. Azért kellett visszajönnöm még testbe, azért kellett még tovább folytatni a pályafutásomat, hogy ezeket a felvételeket létrehozzam, és hogy végigmenjek azon az úton, amit tulajdonképpen én aláírtam, ami eme szerződésben benne áll. Tehát, hogyha aláírsz valamit, akkor idő előtt nem tudsz kilépni, mert ez a rendszer automatikusan visszadob, és ezt szó szerint kell érteni. Szó szerint visszadob. Nem engedi meg azt, hogy te átlényegülj, átszelleműj, és hogy már ne testben foglalj helyet. Hát azt is mondhatnám, hogy tulajdonképpen én valamilyen szempontból akkor váltottam meg, illetve az volt egy ilyen kezdőpont, és én utána Kezdtem el ilyen témákkal foglalkozni sokkal erősebben. Hát 28 éves koromban, 28 éves voltam, igen. 28 éves voltam, amikor már nagyon erősen megfogalmazódott bennem az, hogy ezt a programot el kell indítani. Mindenképpen a szeretet mintájára, az egypólusra, az isteni rendre, kinyilatkoztatásra, igen. Na de ez azért volt, és azért történt így, mert 27 évesen, amikor én majdnem átkerültem, akkor egy olyan energetikai dózist kaptam, amiben megjelent nekem az isteni mintázat, ami tulajdonképpen szerintem azóta is ellát engem folyamatosan ezekkel az energiákkal, és hát arról kell beszélni, hogy ezen energiákban viszont információ van. Én szerintem azóta is ebből a dózisból, löketből, vagy energetikai mintázatból táplálkozom, és folyamatosan nyilatkoztatok ki 28 éves korom óta. Vagyis hány éve? 15. Plusz 15 éve. Vagy most már lassan 16 éve. Igen, tehát ez nagyon érdekes, amit mondtam, hogy ez a rendszer nem mindig fog átengedni, ha nem érsz el egy olyan rezgésszintet, vagy tudatállapotot, vagy nevezzük ahogyan akarjuk, fejlettségi szintet lélekben, akkor nem fog ez a rendszer eltengedni, és akkor uh, ugyanúgy tovább folytatod a tevékenységedet testben, ugyanabban az alakban. Tehát arról kell beszélni, hogy itt alakváltás nem fog történni, ugyanabban az alakban kell tovább folytatnod ezt az egészet. Bár úgy fogod érezni, mintha egy picit meghaltál volna és feltámadtál volna, de nagyon érdekes, mert ugyanabban a testben látod meg újra a napvilágot. Tehát nekem igazából ez volt a második úgymond születésem, vagy újjászületésem 27 éves koromban. És én azóta totálisan kicserélődtem. Tehát 27 éves, korig, 27 éves koromig volt egyfajta változat, egyfajta korszakom, és utána következett a második, ami már hát egy ilyen istenibb, megigazultabb mintázat, és ami által én elkezdtem ilyen tételekkel foglalkozni, azért, amit mondtam, mert én egy ilyen energetikai csomagot kaptam, azt is mondhatnám, hogy ilyen ajándékokat ettől a rendszertől, és én most ezeket adom át, ezeket adományozom, folyamatosan, mert hát tudom azt, hogy ez a dolgom, de én ezt igazából már 10-12 évesen is tudtam, de az is lett, hogy már korábban. Mert amit mondtam, ehhez képest írjuk meg a mi sorsunkat, vállalásunkat, és ezek a képek fognak futni azon a bizonyos tükörfelületen, ami folyamatosan nyilatkoztatja ki magát, folyamatosan küldi vissza az energiákat, az infókat, a képeket, és te ezen képek által fogsz működni, ezen képek által fogsz mindent besüríteni, és végezni a feladataidat, amit aláírtál, és szerintem, amit folyamatosan írunk alá. A jelenlétünkkel, az igenlésünkkel, a vállalásunkkal, a lelkünkkel, a lényünkkel, az érzéseinkkel, és az elköteleződésünkkel, mert én úgy érzem, hogy minden egyes ilyen pont által megerősítem, úgymond ezt a szerződést, szimbiózist, kapcsot, kapcsolódást, és egyre erősebbé válik bennem is általam, mert talán egyre hűségesebb vagyok, mert egyre inkább meglátom, megérzem azt, hogy ez a jó, és ez vezet, hát az isteni minőség felé, haza, az igazi otthonba, a megigazuláshoz, az egypólusba, a szeretetbe, a békébe, a rendbe, amiért mi tulajdonképpen visszajöttünk, visszaszülettünk, és ami által ezt a nagyon erős és látványos bemutatást végrehajtjuk, miképpen azok a tanítók, azok a mesteri mintázatok, akik szintén egy ilyen nagyon erős szerződéssel, vállalással érkeztek, és akik hát valamiért elhíresültek, talán pontosan azért, mert Istenből fakadtak, mert valami teljesen mást mutattak föl az emberiség számára, mint például a fogyasztás, a birtoklás, és az anyaghoz való önleláncolás, akik magasabb dimenziók által Öltöttek testet, és így is működtek, mozogtak, ők tuti, hogy ilyen tételekről beszéltek, nagyon hasonlóképpen, és akik által rokonok, vagy akár iker lelkek lehetünk egy ugyanazon mintában, vagy vállalásban, hát talán az egység vagy az egységesítés által. Nekem az a tapasztalatom, hogy ezek a lények. Sora megjelennek az életünkben. Azért, amit mondtam, mert egyféle szerződést írtunk alá, vagyis hasonló szerződéseket, amelyekben vannak közös pontok, közös állomások, feladatok. És ezeket a feladatokat csak úgy tudjuk véghez vinni a Földön, hogyha megjelennek, és hogyha együttesen hajtjuk őket végre. És akkor ilyenkor. Nagyon erős ilyen aha élményünk lehet, deja vu, katarzis, mert ezek a lelkek ismerősek lesznek, azért, amit mondtam, mert a, a, az alkotás, az együttes létrehozatal, az jóval korábbi, mint a fizikális megnyilvánulás, tehát mi, hát szerintem valahonnan a szellemi berkekből, magasabb tudatszintek által vagyunk egymásnak ismerősek, bár arról kell beszélni, hogy én azt is tudtam, hogy ki hogyan fog kinézni alakilag. Nagyon sok rajzot készítettem azokról az emberekről, akik megnyilvánultak az életemben fizikálisan, és akik majd még csak ezután fognak, és nagyon szoros részei az én kaminomnak. Nagyon érdekes, sőt, mondok még valamit, én a keresztnevüket is leírtam sorban, hogy hogyan fogják egymást követni, és azt is, hogy kivel milyen feladatom, dolgom lesz, kivel hol fogok találkozni, med meddig leszünk együtt, meddig visszük együtt ezt a vállást, hogy mikor kell elválni, mikor jön a következő, mikor hova fogok költözni, hogyan fogok haladni, fejlődni ezen az úton, és ehhez mértem fogok, Úgymond vonzani, bevonzani olyan embereket, olyan lelkeket, akikkel egy a vállalásunk, vagy azt is mondhatnám, hogy egy a szellemi szerződésünk, ha nem is teljesen, de részben igen. Ha részben igen, akkor fizikálisan is jelen leszünk egymás létezésében, hiszen amit mondtam, ha te aláírod a szellemi energetikai szerződésedet, akkor annak olyan erős lesz a hatása, hogy anyagba fog az egész sűrűsödni, meg fog nyilvánulni, nem fogod tudni felülírni, megváltoztatni, mert azt gondolom, hogy ezen már van egyfajta pecsét. Na, erről is beszélni kell, hogy milyen az, amikor a, amikor a szellemi szerződésre kerül egy pecsét, hát az olyan erős, hogy, hogy bizony minden látványossá válik, és mindent meg kell tapasztalni fizikálisan is, az ember nem tud kibújni ezzel old, de hát nem is ez a cél. Pontosan azért írtuk alá ezeket a kitételeket, hogy megvalósuljanak, és hogy a szembesülés által tanuljunk, fejlődjünk, végigmenjünk azon az úton, amin végig kell menni. Hát azt gondolom, hogy ez teljesen evidens. Tehát most még itt tartunk, ott tartunk, hogy ezeket a képeket sűrítjük be folyamatosan, addig leszünk fizikális testben, addig élünk fizikális mi voltban, amíg ezeket a képeket be nem sűrítjük sorban. És szerintem, hogyha majd elfogynak a képek, akkor már nem kell megnyilvánulni alakban, vagy pedig újra vissza kell születni, újra meg kell nyilvánulni egy másik formátumban, de ez mindig attól függ, hogy én hogyan haladok, és hogy a mostani életem kapcsán, vagy az itteni létezésem kapcsán, mennyi mindent tudok megoldani, és hogyan tudok fejlődni? Hogyha már mindent megugrok, mindent kipipálok, mindent egységesítek, és nagyon magas szintre érek, akkor nyilván nem kell újra testet töltenem, akkor ki lehet úgymond lépni a szamszárából, a létforgatagból, bár ez szerintem nagyon kevés lélekre jellemző még de az is lehet, hogy majd egyre többre, miképpen haladunk ugye az aranykori létalapotok felé magasabb rezgés szintek irányába. Ez nagyon érdekes szerintem. Nagyon érdekes az, hogy ezek a szellemi pecsétek, vagy igellések, vagy energetikai minták mennyire erősen hatnak, mennyire erősen dominálnak, hogy mit okoznak. Hát újbóli testetöltéseket fognak okozni, újbóli itt Azt is mondhatnám, hogy egy újbóli tükröt. A tükör. <laughs> Írtam le ezt ugye 94-ben először, mert már akkor tudtam, hogy ez a bizonyos tükör, ami egy szellemi vagy lelki tükör, nagyon erősen diktálni fog az életemben, és hogy előbb vagy utóbb rájövök arra, hogy tulajdonképpen az itteni létezés hogyan is épül föl. Tehát ennek a felületnek, mintázatnak mindenképpen meg kell jelennie, mert ha nem jelenne meg, akkor ugye hát arról kell beszélni, hogy nem lenne anyagi szerkezet, mert nem csapódnának vissza ezek a képek, nem sűrűsödnének be. De képekre is szükség van, képalkotásra, Ahogyan szerintem az ember folyamatosan képeket alkot, de hát nem csak az ember, hát az is lehet, hogy Isten. Ez a rendszer. Vagy a magasabb dimenzióban helyet foglaló minőségek, lelkek. A lélek az tulajdonképpen szerintem képeket alkot folyamatosan, amelyek vagy besűrűsödnek, vagy nem, mert nem minden kép alakul át anyagi szerkezeti, csak azok, amelyek által nekünk valamit meg kell tanulni pontosan a szembesítés miatt. Hiszen, ha valami nem áll meg előttem, hogyan szembesülök, sehogy. Hogyan tanulok, sehogy. Tehát ezek a dolgok igazából nagyon szorosan összefüggnek, sőt, hát én azt gondolom, hogy az egész rendszer, mint olyan, így lett fölépítve, tudatosan, szándékosan, pontosan azért, hogy a még testbe tömörülő lelkek, Ilyen folyamatokon mehessenek végig, és hogy ezáltal érjék el a magasabb szintű mintázatokat, dimenziókat, és kerülhessenek vissza. Hát az eredetben, hát azt is mondhatnám, hogy az ősi mintába, ahol már ugye anyag nincs, csak totális átszellemülés, megigazulás, de attól még szerintem a képek ugyanúgy működnek, és ugyanúgy születnek, csak maximum ezeket akkor már nem hívjuk le. De ahogy mondtam, szerintem a képalkotás nagyon szorosan összefügg azzal, hogy nekünk milyen vállalást kell itt létrehozni, bemutatni. És ezáltal alkotjuk meg a szerződést. Amire azt mondják, hogy maga ez a sors. A sorok. Hát a szellemi szerződésben találhatóak meg a sorok. A soraink, ami által tevődik maga a sors vállalás, ami egy nagyon tudatosan felépített út, misszió. Szerintem le van egyeztetve az egyetemes rendszerrel. Az is lett, hogy sőt, biztos, hogy minden egyes ember szerződése. Különben lehet, hogy ezek a lelkek nem is foglalhatnának testben, helyett a Földön. Gondolom. Tehát, hogyha nincs egyfajta földi, szellemi szerződésed, akkor valószínűleg nem is születhetsz ide most mondtam megint valami nagyon fontosat, persze. Gondolom, hogy most furcsát fogok mondani. Lehet, hogy a születés előtt úgy mond, vagy nem is a születés előtt, hanem még a magzati kor előtt ezt a szerződést be kell mutatni, az energetikai szellemi szerződésedet? És csak utána kerülhetsz egyfajta magzati mintázatba, és kezdheted el a, a fizikális-testi fejlődésedet, és csak utána születhetsz meg? Lehet. Nem tudom, de van egy ilyen érzésem. Hogy lehet, hogy minden egyes lélek átvitt értelemben benyújt egyfajta szerződést, mielőtt, ugye, elkezdi az itteni pályafutását. Na, de hát arról kell beszélni, hogy nem csak a belépés kapcsán van szükség ezekre a mintázatokra, szerződésekre, hanem a kilépés által is. Az is lehet, hogy a halál, Halál állapotok kapcsán is megfogalmazódik egy ilyenfajta kiléptető rendszer, nyilván, de tudjuk nagyon jól, hogy a halál után is nagyon sokféle öm, átmenet van, vagy nagyon sokféle állapot van, hiszen a halál után én úgymond vissza is születhetek, testbe kerülhetek, vagy megüdvözülhetek, és akkor soha többé nem kell testet töltenem például. Vagy mondjuk nem biztos, hogy a földre fogok visszaszületni, vagy nem biztos, hogy rögtön, az is lehet, hogy tíz évig kell várokoznom lélekként arra, hogy visszaszülessek. Tehát nagyon sokféle változat van. Tudjuk, hogy a halál az csupán egy átmenet. De ahogy mondtam, a kiléptetésnél is szerintem szükség van ezekre a szerződésekre, és hát az is lehet, hogy miután kilépek, be kell nyújtanom ezt, és a magasabb szintű rendszernek, vagy Istennek, vagy akárkinek, <laughs> meg kell ezt mutatni. Üm, igen, és most az ugrott még be, hogy valószínű, hogy azáltal, hogy én itt vagyok, és fizikális testet öltök, és végigmegyek ezeken a folyamatokon, folyamatosan pipálom ki azt, ami a szellemi szerződésemben üm, megfogalmazódik, és képként megjelenik. Na most, hogyha én valamit nem pipáltam ki, akkor vagy nem léphetek ki, és nem... Kezdődhet majd el az új bajteste töltésem, vagy pedig hiányolni fogják ezeket a, az úgymond pipákat, amiket én nem végeztem el, és akkor hozom vissza majd a következő életem kapcsán. Fú, ez egy nagyon érdekes tétel, fogom folytatni, mert valami még most eszembe jutott. Igen, az jutott eszembe, tehát, hogy akkor van egy ilyen energetikai mintázat, amire mondjuk azt, hogy ez maga a szellemi szerződés, és ami rengeteg pontból áll. Én azt is gondolom, hogy ezt a szerződést, vagy a benne foglaltakat egy testetöltésen belül nem tudjuk létrehozni, nem tudjuk teljesíteni. Tehát ezért működik a szamszára, tehát szerintem a szamszára, mint olyan azért működik, hogy legyen esélyem arra, sok testetöltés által, hogy minden egyes pontot, minden egyes kitételt teljesítsek, vagyis mindent kipipáljak így. Tehát, ha egyszer jövök csak ide, és egyszer öltök testet, akkor az is lehet, hogy csak az első pontot tudom kipipálni, vagy esetleg kettőt, de a maradék tizet, huszat, százat, ezret nem. Nyilván, hogy egy testetöltés nem lesz elég ehhez a rengeteg szituációhoz, mert lehet, hogy nem is fogok annyi emberrel találkozni, ugye? hiszen hát ez is egy véges dolog, mert ha mondjuk egy testetöltésen belül élek 70 évig, akkor nem találkozhatok annyi emberrel, mint amennyivel majd az újbóli visszaszületések által találkozom majd sok-sok lélekkel, bár arról is kell beszélni, hogy vannak olyan emberek, akik lehet, hogy minden egyes testetöltésünk által megfogalmazódnak. Hát mondjuk nekem ilyen van sok, ha nem is mindegyik által, de olyanok biztos, hogy vannak, akikkel már legalább két, három, négy, öt, de az is lehet, hogy hat, hét, nyolc, 9, tíz életet is éltem. Valahogyan megnyilvánultak, valahogyan mindig visszaköszöntek. Talán azért, mert még nem egységesítettünk, mert még nem hoztunk mindent egy szintre így. Például. Na most igen, tehát ez az, amit mondtam, hogy egy ilyen etap, felvonás nem lesz elég ahhoz, hogy az ember mindent megoldjon, bemutasson, mindenkivel találkozzon, és hogy mindent egy szintre emeljen. Tehát vissza kell jönni újra és újra, amiért a szamszára, mint olyan, működik, és mindig más alakokban jelenünk meg. Ez azért van, egyrészt, hogy változatosabb legyen az itteni fölhozatal, másrészt pedig, hogy én például sokféle formában kipróbáljam magam. Legyek nő és férfi, legyek gazdag és szegény, legyek mondjuk elnyomott és elnyomó, stb. stb., stb. mivel kettősség van, polaritás van, ezért mindkét fajta oldalt ki kell próbálni, nem csak egyszer, rengetegszer. Ezen tapasztalatok által fejlődik a lélek, ami által én előbb vagy utóbb talán megigazulok, hiszen tudjuk azt, hogy ezek a tapasztalatok nevelnek, vagy saját magunkat neveljük ezen felhozatalok által, és azáltal, hogy mindig újabb gúnyákat öltünk, és Ezáltal teljesen másfajta szituációkat fogunk átélni, hiszen én teljesen másfajta szituációkat élek át, vagy élhetek át nyilván női testben, mint férfi testben, gazdagon vagy szegényen, és úgy, hogy mondjuk én egy nyomorult vagyok, vagy mondjuk egy uralkodó, ugye? Tehát, hogyha nagyon színes lelkekké szeretnénk válni, nagyon gazdag, emberekké, akkor gondolom, hogy minden egyes ilyen jelmezben, szerepben ki kell és kellett önmagunkat próbálni, egészen addig, amíg el nem érem a megüdvözülést, amíg vissza nem léphetek az isteni mintába, hiszen tudjuk nagyon jól, hogy ott test alak már nem nyilvánul meg. Tehát ehhez miértán állítjuk össze, szerintem, a szerződést, a különböző pontokat, és ahogyan mindig testet töltünk, és sok mindent létrehozunk és teljesítünk. Szerintem úgy írodnak fölül, úgy ö, teljesülnek ezek a dolgok, és ö, úgy pipáljuk ki ezeket a képeket, lenyomatokat. És az is lehet, hogyha már valamit megoldottunk, akkor az a kép már újra, még egyszer nem fog visszajönni. Nem kell akkor már azt megoldani. Akkor jön a következő kép, a következő feladat amit meg kell oldani, és ez addig fog ismétlődni, amíg mindent ki nem pipálok, és ha már mindent kipipáltam, nyilván, hogy véget ér a testetöltések sorozata. Ennyire egyszerű. Tehát a szellemi szerződést kell vizsgálni. Azt, hogy ki hol tart. Ki hol tart. Ki mennyi mindent oldott már meg. Ki mennyi mindent pipált ki. Ki öm, mennyiben tudott fejlődni ebben a rendszerben, de itt főleg egyébként arról kell beszélni, hogy erkölcsileg hogyan fejlődünk. Hogy a lelkem milyen átalakulásokon megy keresztül, hogy hogy, hogy én jóvá éreke vagy sem, hogy megtisztulok-e vagy sem, hogy szentévelok-e, hogy mi válik számomra fontossá. Mert ha mondjuk én az előző életeimben ego által működtem, és nem voltam alázatos, hát akkor biztos, hogy vissza kellett születnem, és most nagyon-nagyon kemény helyzetek által kellett azt megtanulni. Hogy hogyan tegyem le az egót, hogyan neveljem magam, hogy alázatosabb legyek, és hogy elérjek egy mesterűbb szintű minőséget eképpen. És akkor én azt gondolom, hogyha minden ilyen dolgot megoldottunk, és már nagyon csodálatos lelkekké váltunk, akkor ki lehet lépni az anyagfogságából, de szerintem ott lesz egy másfajta változat, egy plusz szerződés, ami beenged bennünket az igazi szellemi mintázatba, a szellemi minőségbe, ami ben ugye már az anyagi szerkezet, mint olyan nem valósul meg. Vagyis, hát nyilván, hogy ezek a szegmensek már jóval magasabb dimenziókban, dimenziók által működnek, ott a lélek valószínű, hogy felszabadul, de szerintem még ott is nagyon sokféle átmenet van. Nem gondolom azt, hogy rögtön az isteni mintába lehet visszakerülni, szerintem még ott is a szellemi mintákban, berkekben is lehet fejlődni, csak már nem testekben, nem formulákban, és nem azáltal, hogy én mindig újabb és újabb szerepben, alakban jelenek meg, és mondjuk végig megyek az itteni stációkon, az is lehet, hogy Istenben vagy ebben a magasabb szintű rendszerben is vannak stációk, csak ezek már szellemiek, sőt biztos. És ott is akkor nagyon sokféle szellemi szerződés van. Gondolom, hogy ott már van egyfajta módosítás. Tehát van egyszer egy ilyen beléptető rendszer és szerződés aminek nagyon sok pontja van, és nagyon sok testetöltés generál, és vannak a kiléptető mintázatok, és van egy olyan, ami által én már a szellemi rendbe kerülhetek, de ott is sokféle változat működik. Az is lehet, hogy ez egy ilyen örök körforgás, vagy örök mintázat, és soha nem ér véget a szellemi képkivetítés. Miképpen? Hát az egyetemes rendszernek sincs úgymond vége, vagy mondjuk azt, hogy az isteni mintázatnak sem, aki vagy ami szerintem folyamatosan ezeket a szerződéseket, vagy energetikai mintázatokat alkotja, és nagyon érdekes, hogy én mindig érzek egy másik univerzumot, ami eme univerzum mellett van, sőt, nem csak egyet érzek, hanem kettőt. Hát igen, úgy érzem, hogy két-három másik Ilyen rendszer is működik, egyetemes rendszer. Nem csak az, amiben mi helyet foglalunk. Vannak szerintem ennél fejlettebb ilyen rendszerek, és ott is lehetnek különböző szerződések, de ott anyag már tutira nem fogalmazódik meg. Ezek olyan rendszerek, amikben nincsenek bolygók, nincsenek égitestek, de léteznek, vannak. Nagyon tiszták, nagyon makulátlanok, nagyon magas szinten rezegnek, nagyon fényesek, tiszták, olyan, olyan tükrös a szerkezetük. Hát lehet, hogy ideig kell eljutni, hát jó kérdés, hogy miáltal, hogyan lehet ebbe párhuzamos dimenziókba, vagy univerzumokba eljutni. Biztos, hogy lesznek olyan lelkek, vagy minőségek, akik oda átjutnak, majd, ha ez sikerül, akkor onnan is talán fogok tudni közvetíteni. Hát jó kérdés, hogy kiáltal állta, mi miáltal talán a közös csatornánk vagy auránk segítségével. Ez a közös aura nyilván, hogy most is létezik, ami által nagyon sok információt, ismeretet tudunk egymásnak átadni, és ami által ismerősek lehetünk egymás számára. Én azt gondolom, hogy eme közös aurában, mintázatban születnek meg azok a kitételek, amelyek által közös feladataink lesznek, és amelyek által segíthetjük egymást az úton. Ahogyan mondtam, mindenképpen beszélni kell a rokon, illetve iker lelkekről, akik nagyon szorosan együtt működnek, és nagyon hasonló vállalással, mintázattal érkeztek, és akik meg fognak jelenni. Az életünkben itt mindig az a jó kérdés, hogy ki mennyire emlékszik rájuk. Én nagyon erősen, hiszen ahogyan mondtam, már gyerekkoromban különböző rajzokat Történeteket írtam, készítettem arra nézve, hogy milyen úton kell végigmennem, és hogy kik jelennek majd meg Eme Kamino által. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon érdekes téma, lehet, hogy majd még fogom folytatni. Az a lényeg, hogy nagyon fontos lenne Eme szelemi szerződések vizsgálata, de főleg a sajátunké, hiszen nem mindegy, hogy milyen bemutatással élünk hogy milyen sorsot írtunk alá, mit, ö, vagy mire mondtunk igent, és hogy milyen képekkel működünk, milyen képeket vetítünk ki, mit sűrítünk be, milyen élethelyzeteink vannak, és hogy ö, milyen szerepet töltünk be például a mai világban. Hát én most egy olyat, ami látszik, és ami által létrejött az 1051. felvétel, de az is lehet, hogy még rengeteg lesz, hát ö, ez attól függ, hogy... Ö, Mennyi ilyen tételt írtam alá, mennyi ilyen pont szerepel a szellemi szerződésemben, számszerűen nem fogom tudni megmondani, de azt tudom, hogy sok. Miképpen az írásaim is ugyanígy jelentek, meg azt tudtam, hogy több ezer oldalt kell majd teleírnom, ami már létrejött, és amiről már szintén gondolkodtam, és amit már szintén megéreztem. 10-12 évesen, és ami által felépítettem ezt a programot, ezt a vállalást, és ami által pontról pontra azt a szerződést teljesítem, ami szerintem a magasabb szintű önvaló által jött létre, talán azért, mert a magasabb szintű énünk pontosan tudta azt, hogy mire van szükségünk. Hogy nekünk milyen úton kell végigmenni ahhoz, hogy egyesüljünk ezzel a rendszerrel, hogy hazataláljunk, szerintem főleg a mi igazságunkban ezen tételek kapcsán. Szerintem jó rájönni ezekre a feladatokra, a kinyilatkoztatásokra, és az aláírásra is magára a vállalásra, mert akkor az ember sokkal tudatosabban végigviszi az itteni pályafutását. És az a legfontosabb, hogy segítsünk. Én is ezért készítem ezeket a felvételeket. Tudtam azt, hogy nekem segítenem kell, hogy valamilyen szempontból föl kell emelni a lelkeket, bár tudom, hogy ez nagyon magasztosan hangzik, de hát én azt gondolom, hogy ez a lényeg, mert az ember csinálhatna mást is, miképpen én, de az én elgondolásaimban, lényemben egy ilyen misszió szerepel, egy ilyen elköteleződés, mert ahogyan mondtam, ez a szerződés is kötni fog de sokkal nagyobb szabadságot ad, ugyanis én eme program által elértem az önazonosságomat. Ez vagyok én. Ez a minta. És szerintem ennél fontosabb dolog nincs. Nagyon nagy boldogság, nagyon nagy katarz, és az, amikor az ember rájön arra, hogy neki igazából miről szól a szerződése, milyen az igazi lénye, milyen vagyok én önazonosan, nem megmásítva, nem különböző itteni szerepek által, amelyeket ránk aggatnak, nem az által. Milyen vagyok Isten által? Hogy ő hogyan szeretne engem itt látni? Hogy mit gondol arról, hogy nekem mi a feladatom, miért kellett nekem ide most visszaszületnem? Hát szerintem ezt. <laughs> És én azt gondolom, hogy valamilyen szempontból a méda, vagy a méda a nevet is tőle kaptam, bár kaptam szerintem az iker lélektől is, mert én úgy érzem, hogy mi egy burokból származunk, és azért, mert ugyanazt képviseljük, ugyanaz a célunk, és azért, mert valahol, valamikor mi jelképesen kezet fogtunk, ha még nem is fizikálisan, de lélekben, szellemiségben, erkölcsileg, tudatosságban és szeretetben mindenképpen. Tehát, ahogy mondtam, a legfontosabb a kiegyezés, a kiegyenlítés, az egységesítés, a harmónia létrehozása, a szeretet legmagasabb szintű minőségének elérése, hogy én már egy ilyen szerződés szerint dolgozzak, és mindig azért tevékenykedjek, hogy létrehozzam a pozitív egypólust, az aláírásom kapcsán, és azért, mert az ember szerintem mennyire hűséges, ha kitartok a rend mellett. Hát remélem, hogy ez a szerződés eképpen teljesül.